Göndör egyenes, rövid vagy hosszú. Ahány ember, annyi hajviselet. Sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lehetne bemutatni 150 évnek a hajviseletenék a változását. És az jutott eszembe, hogy a fodrásztankönyvekben, amiből szintén egészen koraiakat is találtunk, még nem fotográfiával mutatták a hajakat, hanem frizura rajzokkal. Ezeken az ábrákon pedig az is nyomon követhető, hogyan változott a frizura divat Pest-Buda és Óbuda egyesítése óta, vagyis az elmúlt 150 évben. A Kiscelli Múzeum új kiállításán nem csak a fővárosi szalonkultúrát lehet megismerni, de a fodrászok egykori eszközeit is. Ezek is a fodrászok által használt anyagok, ugyanis a divattal együtt szintén nagyon sokat változtak. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy mik voltak azok a katalizátorok, amikkel mögött a fejlődés mögött álltak, és itt elsősorban a metropolis, tehát a nagyváros megjelenése, az a polgári réteg, aki elkezdett járni a fodrászatokba, hiszen az arisztokráciák főleg a házuknál igazították a hajukat, és ahogy említettem, a nők szerepét, ahogy a nők megjelennek a közterületeken, tehát szabad lesz egy nőnek nyilvános helyeken megjelenni, majd munkába is állni, ez egy további indikátora lesz az egész fejlődési folyamatnak, ugyanúgy, mint az egész modernizáció. A modernizációhoz hozzátartozott a villamosság vagy a folyóvíz városokban való megjelenése, és az is, hogy a világháborúk után megnőtt az emberek igénye arra, hogy ápoltak és jó megjelenésűek legyenek. A kiállítás a szakma legendáinak is emléket állít, így a Szécsi Pás lágerében megjelenő Gedeon bácsi alakját is megidézi a tárlat. Ez a fodrászai olló Tárnoki Lászlóé volt. Tárnoki Lászlóról azt kell tudni, hogy egy nagyon különleges dátum az ő születési dátum, amely 1919. 9. 19-én született, és ő az a bizonyos Gedeon bácsi, legalábbis a városi legendánál erősebb bizonyítékai vannak ennek az unokájának, aki Péter Maja. Ő mondta, hogy valószínűleg róla formázhat S. Nagy István a slágert. A tárlat a pánkok, a Magyar Bajusztársaság és a Göndörhaj közösség történetét is bemutatja. A hajviselet ugyanis alkalmas lehet arra, hogy kifejezze egy adott szubkultúrához vagy közösséghez való tartozást. Van egy divattörténet, kik voltak a főbb stílusikonok, frizura ikonok, ezeket ugye pólókra nyomtatva lehet megnézni, és van egy lezáró rész, ahol pedig nem azt a hajjal való foglalatoskodást mutatjuk be, amikor nem szakmai szakember nyúl a hajhoz, hanem az ember magának alakítja. A kiállítás arra is rávilágít, hogyan jelentek meg egyes hajviseletek különböző filmeken, mennyire tudtak hozzájárulni az alkotások sikeréhez.